pedig nézzük meg, hogy mi drombol a macskában, és hogyan van bekötve ebben a fényvetőben a vezeték. Hát sajnos még nem készült a műhelyem, tehát ilyen hevenyészet helyen tudom csak szétszedni. Hol is kezdjük? Kezdjük a hátulján. Fantasztikus kínai csodával állunk szemben. Ahogy sejtettem, teljesen fölöslegesen volt bekötve a földelés, ugyanis a védőföld sehová nincs, még csak a vezeték sem jön be a lámpatestből. És még egyszer mondom, ezeket a lámpatesteket bolti forgalomban forgalmazzák. Elképesztő. Még szerencse, hogy a szilikon szigetelés az rendben van. És mindez És ha mindez nem lenne elegendő, akkor nincs is helye, ahová le tudom fixálni a védőföldelést. Tehát szokott lenni egy csavar, ahová ezt meg tudjuk oldani, itt ez sincs. De hogy tovább menjek, a működtető elektronika az be van forrasztva. Tehát nem is tudom sehová csatlakoztatni majd a saját vezetékemet. Úgyhogy innentől kezdve muszáj leszek én is egy csatlakozót kihozni innen, tehát ráforrasztom a elektronikára működtető driverre, és így fogom megoldani. Az ez is nagyon korrektül le van védve, tehát nem is szigetelő szalaggal, vagy bármi mással. A 230 volt ide jön be teljesen szabadon maradva, és ez a fémházon belül van, ez a driver. Nem tudom melyik országban szabványos az, hogy celuxol van betekerve a működtető elektronika. Nagyon vigyázzatok az ilyen fényvetőkkel, életveszélyes. Komolyan kezdem azt gondolni, hogy a Kínában készült olcsó piacra szánt termékek már amikor elkészülnek a gyárba, akkor kukába való kezdeni, ha csak viccelődtem, de most már teljesen komolyan gondolom. Található a Celux alatt egy zsugorcsöves megoldás és szigetelés jelent, amiből teljes mértékben kilátszanak és csupaszon vannak például ez a kondenzátor, rázsugorították a csövet, tehát itt érzem magát a fémet, tehát ez, ha nem lett volna tényleg celuxozva, akkor valószínűleg letestelt volna a lámpatesttel. A másik finom megoldás, hogy nagyon véletlenül át lehessen vezetékelni, be van szilikonozva az egyébként tömszelence, ami ugye pont a tömszelencének kellene szigetelnie. Legszívesebben a LED-től kezdve átvezetékelném. Hát most mondjuk azt, hogy legszívesebben, ha nem több ezer forintért vásároltam volna, akkor ezt az egészet kihajítanám a fenébe. Ugye itt egy viszonylag gyenge áram van már, ami a LED-hez eljut. Legszívesebben ezt is átvezetékelném, mert hát a hajszálnál nem sokkal vastagabb ez a vezeték, ami oda megy, és már most el van korrodálódva. Bízunk benne, hogy ez ki fog tartani, ugye beltérben lesz használva, ezt már kültérben én nem igazán tenném ezt a lámpatestet, ezt már most megmondom. Most az következik, hogy egy normális vezetékkel átvezetékelem, és keresek itt a csavarok között egyet, amely alá beteszem a védőföldelést is, és így fogom megoldani. Ez a lámpa lesz föltéve a raktárhelyiségben.